Második helyen Csángóföld. Nem mint helyszín, hanem mint tájegység. És ezen belül is, hogyha kell egy konkrét helyszínt kijelölni, mert hát azt mondtam az elején, hogy helyszíneket fogok megjelölni, akkor Magyarfalu lesz ez a hely. Hát Csángóföld az a Kárpátokon túl fekszik, nem egyszerű oda eljutni, és itt is működik az a sztereotípia, hogy ami Erdélyen túl van, az már nem lehet érdekes, ott már sivár, kopárság van, és hát valószínű nagy szegénység is, elmaradottság is. Ez egy súlyos tévedés. És nem akarok itt Csángóföldről külön kis előadást tartani, csak annyit jegyeznék meg, hogy az egy meseország, gyönyörű a táj, fantasztikus, dús termő, olyan, mint Somogy, ilyen dimbes, dombos, lélekemelően szép, nagyon meg lehet érteni azokat az embereket, hogy azon a helyen, ahol soha nem volt Magyarország, soha nem volt meg a történelmi Magyarország részese az a vidék, ott ragaszkodtak az ő szülőföldjükhöz, és megmaradtak mindenféle nehézség dacára is megmaradtak magyarnak, és őrizték a kultúrájukat, mert hát a föld az annyira odavonz, és annyira lélekemelő, hogy nem lehet onnan elszakadni. Na és Magyarfalu, ez a legkeletebbre lévő magyar település. Ez ezért, és egy néhány kilométer lehet légvonalban a távolság Budapesttől. Tehát annyira keleten van. Oda meg még nehezebb eljutni, tehát ott ilyen kaland, ott abban az elzártságban, hegyen, völgyen, mindenen, erdőn, mezőn, kacskaringóz a szerpentin utakon, egyszer csak végül leereszkedünk egy völgybe, és ott van ez a megbújó kis elizolált magyar település. És én nekem hátborzongató élmény volt, mert egyrészt eljutni odáig, másrészt meg, hogy ott magyarul beszélnek. És ez egy olyan hely, ami szerintem túlélni a világ végét is. Tehát itt már régen elpusztulna a civilizáció, azok az emberek az ő önfeltartásra berendezkedett világban még ugyanúgy élnének, mint most. Legfeljebb nem volna áram, de hát akkor is megmaradnának. Szóval nekem ez volt egy ilyen nagyon-nagyon elementális, ilyen személyiségformáló utazásom a Csángóföld egyrészt, másrészt meg az, hogy a Magyarfaluba is eljutottam. És a megható volt, hogy ott magyarul tudok beszélgetni azokkal az emberekkel, akik tényleg a román tenger kellős közepében vannak. Ez Magyarfalu, akit teheti, látogasson el oda. Klízsén sétálgatunk. Itt aludtunk gyönyörű helyen, szép, tiszta, rendezett szobában. És most készülünk a nagy ismeretlen felé, mert nem tudjuk, hogy milyen programunk lesz ma, de annál érdekesebb lesz. A helyszín Luisica Lagor, egy gyönyörű kis falu, ahol székely származású csángók élnek, és még mindig beszélnek magyarul. Az előbb hallgattuk az egyik helyi legenda, a Marika nénének az énekét az itteni templomba. Csodálatos volt, liba bőröztetően szép volt. Tényleg megérte 1000 kilométert utazni ezért. Mindenkinek el kell jönni. Most itt a központba forgolódok és nézelődök. Elvileg ez a központ. Itt van mögöttem egy kis patak, aminek állítólag az a neve, hogy patak. Még a helyiek se tudnak mást. Itt állunk, nézelődünk. Várjuk a buszt, hogy felvegyen bennünket és vigyen egy új állomáshely felé. Kickófalva, ami Szent István királyról kapta nevét, mert Kickónak nevezték a csángók. Most megnéztünk itt egy lerombolt kápolnából, ami megmaradt ilyen szobor maradványokat. Megyünk a csoport után egy templomot megtekinteni. Hétágra tűz a nap, piszkosul meleg van, az Isten háta mögött vagyunk, sőt a bal a lapockája alatt néhány centivel. Konkrétan Magyarfalu központjában sétálunk. Ez a legkeletebbi település, ahol magyarul beszélnek, ráadásul szín magyar a falu. Nemrég vettünk részt a helyiek kultúrműsorán, csodálatos volt. És most sétálunk egyet a fő utcán. Teljesen el vagyunk varázsolódva attól, hogy ide eljutottunk. Ez egy különleges, spirituális hely. A magyarság ősereinek, középkori ősereinek megmaradt utolsó bástyája ez a falu. És itt vagyunk a központban.